Több mint két hete India átvette második helyét Brazíliától a legfertőzöttebb országok listáján. Az ázsiai országban a regisztrált fertőzések száma meghaladta az 5 milliót, a halálos áldozatok száma pedig a 83 ezeret. Egyre több szakértő kételkedik azonban a számok valóságában, mert lehetséges, hogy sokkal több a halálos a csak nem másfél milliárdos lakosú Indiában. Közben közgazdások, közgazdászok és nagy nemzetközi szervezetek is csökkentették az Indiáról szóló gazdasági előrejelzésüket. Elemzés következik Barnától és vendégétől. Köszönöm szépen a külső stúdióban Háda Bila, külpolitikai elemző szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan lehet elképzelni ezeknek az adatoknak a megbízhatóságát Indiában? Egy 1,3-1,4 milliárdos országról van szó, és a kimutatott fertőzések száma 5-5,5 millió. Hol lehet ez a valósághoz? Nyilván becsülni lehet csak. Hát legfeljebb becsülni lehetne, ugye előjáróban azért annyit hagyj jegyezzek meg, hogy nem tudunk arról, hogy Indiában bárki is tudatosan manipulálta volna a vagy a halálozási adatokat. Ugye a probléma leginkább abban keresendő, hogy az indiai adatközlés azért messze nem annyira megbízható, amennyire mondjuk az európai, és ráadásul itt is jellemző az, ami máshol, hogy jóval nagyobb lehet a fertőzöttek száma, mint amit ténylegesen diagnosztizálnak. Ugye ennek tükrében az indiai fertőzési dinamika, az lényegében roppant érdekes, minden bizony ott is közel egy olyan 5-8 szor fertőzött lehet a társadalomban, mint amennyit tudnak, de erről ténylegesen megfogható, ellenőrizhető adatunk nincsen, abban tudunk dolgozni, amit az indiai egészségügyi rendszer leközöl, és ráadásul van még ennek egy olyan nehézsége is, hogy ez szövetségi államok, ide India egy szövetségi köztársaság 28 államnak a szövetsége, ez államonként lényegében eltérő módszerek szerint működik, és eltérő hatékonysággal, eltérő időpontban kerül közlésre, Tehát ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni ezeken a statisztikákon. De az egészen bizonyos, hogy a vírus terjedése még mindig zajlik Indiában, és lényegében a társadalom számára ez továbbra is egy akut problémát jelent. Az mennyire befolyásolja a probléma elemzését, átláthatóságát, hogy Indiában hosszú-hosszú évszázadok hagyományai alapján Ugye nagyon sokan otthonukban hunynak el, és ez nem kerülnek be a statisztikába. Ez így igaz, ugye különösen a vidéki térségekben nagyon jellemző az, hogy soha nem jutnak el kórházba az emberek, vagy legalábbis életükben csak nagyon ritkán. Ugye az otthon való elbújással az a probléma, hogy egy átlagos indiai háztartásban 5,3 ember él. Ez persze a statisztika, ez a három ez mókása hangozhat. Mielőttesre általában meglehetősen kis otthonokban, tehát nagyon sűrűn élnek az emberek, a szociális távolságtartás feltételei egészen mások, nagyságrendileg rosszabbak, mint Európában, és ilyen vonatkozásban a járvány megfékezésének, vagy a karantén fenntartásának a feltételei is kezdettől fogva nagyon rosszak voltak, és ráadásul éppen Indiában, a hasonló társadalomban a karanténfáradtság is sokkal korábban jelentkezett, Éppen ezért ez a típusú jelenség az érdemben befolyásolta és negatívan befolyásolta India járványügyi helyzetét. Valahol olvastam az interneten tegnap éjszaka, hogy Indiában nagyon sok szövetségi állami szintű vezetők is, és, és központi állami vezetők is megfertőződtek a vírussal, arányaiban sokkal többen, mint a világ másik részén. Akkor ez jelentheti azt, hogy az emberek azt mondják, hogy ha ők is megfertőződnek, akkor ez visszatartó erő lehet. Nem tudom, hogy lehet ezt kezelni. É, Indiában alapvetően hittek kezdettől fogva abban, legalábbis az én információim szerint, hogy ez a járvány komoly veszélyt jelent. Ugye vezetőnek nem kellett -e ez megfertőződnie? De, és, de érezhető volt az, hogy azok az intézkedések, amiket általában hoztak a koronavírussal szemben, az ő körülményei közepette, szociális, fizikai körülmények, társadalmi körülményei közepette kevésbé fenntarthatóak. Ugye a visszatartó erő mindenféleképpen lehet, és természetesen a környezetükben tapasztalt, az indiai átlagember környezetében tapasztalt jelenségek is visszatartó erőként hatnak. De látni kell azt, hogy nagyon súlyos szociális következményei vannak a járványügyi intézkedéseknek Indiában. Csak 100 millió fővel emelkedett a, hát a munkanélkülieknek a száma, csak tavasszal. És lényegében az egzisztenciális félelmek, a megélhetés miatti félelem az felülírta az egészségügyi helyzet miatti félelmet. De amikor a családfő az egyetlen kenyérkereső, valahol ez érthető? Igen, ez sajnálatosan érthető, és ez előre kalkulálható is volt, maga az indiai központi kormányzat is kalkulált ezzel a jelenséggel. Ez ahhoz vezetett, hogy a gazdasági problémák további mélyülésének a megelőzése érdekében úgy tűnik, hogy előbb oldották fel azt az egyébként rendkívül súlyos intézkedésrendszert, amit a járvány megfékezésére hoztak, ennek az eredményeit pedig napjainkban láthatjuk. Azért egészen másképpen kell egy ilyen hatalmas ország, mind területileg, mind lakosság számát tekintve, megítélni a járványügyi helyzetet, mint egy átlagos európai 10-20-30-60 milliós országét. De mennyiben? Hát lényegében azt gondolom, bár én nem vagyok járványügyi szakember, hogy az alapvető szabályosságok azért Indiában is azonosak, mint a világ többi részén, legfeljebb a módszerek alkalmazhatóságának a feltételei mások. Tehát ilyen értelemben az indiai társadalom a bizonyos jelenségek korábban ütötték fel a fejüket, ugye az egzisztenciális félelmek, a munka elvesztése miatti félelem az kicsikét korábban jelentkezett, élesebben érintette a lakosságot a jövedelem kiesése. Az indiai háztartások 84%-a számolt be arról, hogy jövedelme csökkent az elmúlt hónapokban. És hát ugye különösen a vándorló munkásoknak több mint 90%-a vesztette el az állását. Hogy hányan tudnak visszatérni a munkahelyükre, ez egy tisztázhatatlan kérdés. Ugye hasonlóképpen, ugye, ahogy ön is utalt rá, megemlítettük korábban, ugye a vidéken a járvány terjedésének a körülményei és konkrét következményei azért kevéssé ismertek, tehát ilyen típusú problémák azért természetesen árnyalják az indiai helyzetet, de a szabályosság, az alapvető szabályosságok, hogy választani kell a társadalom biztonsága, az egészség megőrzése és a gazdaság működőképessége és az egzisztencia fenntartása között azért olyan dilemmák, amik a világ más térségében is hasonlóan jelentkeznek, és hát mi a társadalmi problémák is olyan kimenetelekhez vezetnek, amik a ha úgynevezett harmadik világországaiban nagyon hasonlók, hogy a családok lesüllyedése, az uzsora kölcsönök elterjedése, a munkavállalás feltételeinek drasztikus romlása adott esetben a politikai radikalizáció, amelyek Indiában ugye a nagyobb és összetettebb helyzetek miatt, társadalmi közeg miatt hatványozottan jelentkezik, de alapvető szabályosságait illetően valami hasonló, mint a világ többi részén. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.